este 8-kor 8% csak egy töltő kéne, de elengedem így agyommat, merüljünk a mélybe. A dal 2 éve már a fiókban csücsült, és akkor folyamatosan újra és újra elővettem, és aztán 1 éve a nagy lemezpályázatra demóként beadtam, és akkor kezdtünk el rajta igazából gőzerővel dolgozni, de a legelejét ugye még a Gerendás Dani nem hallotta, viszont igen, ti ott voltatok a szobámban, amikor beindítottam ezt a demót. Le is játszom nektek az elejétől. Este 8-kor 8% csak egy töltő kéne, elengedem így hagyom, majd merüljünk a mélybe. Amikor megszületett az összetépett dalnak a tényleges alapja, tehát a mix, akkor gondoltam, hogy fú, ott középen a bridge után ezért nagyon hiányzik, ott olyan üres, oda vagy valami szólam kéne, vagy valami vonós hangszer, és hogyha vonós hangszer, akkor biztos, hogy hegedű kéne, és akkor belekerült a Farkasizsák, ami szerintem az egészet csak megkoronázta, és tényleg jelenleg most ez a kedvenc saját dalom. Nagyon hálás vagyok, hogy találkozhatok vele. Hogy ez így összejöhet, mert nem gondoltam volna, hogy én fogok vele majd zenélgetni, és ugye most az lesz, hogy zenélgetünk, és nagyon-nagyon várom, izgulok is, és biztos vagyok benne, hogy könnyű lesz vele minden, mert tényleg annyira profi zenész, hogy csak feldobni tudja azt, amit én játszok, és szerintem csak segíteni fog tudni nekem. Várj, ez egy összetépet dal. Hát nagyon izgalmas a találkozás. A Blankát nem ismertem, én a Danin keresztül jutottam el ez a dalhoz, és Gerendás Danin keresztül, szia Dani! és ott hallottam először a dalt, és megtisztelő volt, és egy izgalmas kihívás mindig egy olyan dalba részt venni, amiben nem vagyok úgy alapító tag. Valamiért én nem a szöveget szoktam figyelni, mert ugye, mint hangszeres, én nem szövegcentrikus vagyok, inkább dallamcentrikus, és engem az nagyon megfogott ennek a líraisága, és egyből is jöttek azok a dallamok, amik végül belekerültek. Én nagyon hiszek a spontaneitásban, és az, hogy bár a dal az megíródott Blankának, és ő ott gondolom otthon szépen az ágy szélén ülve, a gitárt fogva pengette és dúdolgatta, de nem. De pont így. De szóval ez a dalnak az alapja. Blanka idefogadott, és vele zenélhetek, onnantól kezdve nem Blanka van, hanem mi van. Nem Izsák van, hanem mi van, és akkor egymásra kell figyelni, ezt kamarazenélésnek hívhatjuk, jammelésnek, imprónak, de nagyon fontos az, hogy nem szólók vannak innentől kezdve, hanem már csapat. Átnyújtom neked ezt a szívembe szóló üzenetet. Mindenféleképpen egy motivációs üzenetnek szánom, hiszen annyiszor kidobtam, meg annyiszor újraírtam, és annyi embernek küldözgettem szét, hogy mit gondolnak róla. Ha valaki hallja, ez szimplán egy olyan egyszerű üzenet, hogyha eljutott hozzá, amit én csináltam, én egy egyszerű 22 éves lány, akkor miért ne tudna bárki olyat alkotni, ami eljut az emberekhez. Úgyhogy igazából ez lenne a motivációs üzenet ennek az egésznek.